Az elmúlt években rohamléptekben növekedett az e-kereskedelem forgalma. Eddig jellemzően műszaki cikkek, ruházati termékek, ajándékok, illatszerek tekintetében volt jelentős a forgalom. A most kialakult helyzetben azonban a kereskedők többsége idejében felismerte az ebben rejlő lehetőségeket, és több élelmiszerbolt is vállal kiszállítást. A kisebbek csak lokálisan, némelyik viszont akár az egész megyét igyekszik lefedni. A nagy áruházaknál átlagosan 2-3 napot vagy akár egy hetet is várni kell a megrendelt termékre, a kisebb boltok azonban ezt 1-2 nap alatt is tudják teljesíteni. Zöldség és gyümölcs tekintetében is élelmesek voltak a kereskedők, hiszen aki webshopot nem tudott ilyen rövid idő alatt kialakítani, az telefonon vesz fel rendelést és megadott időpontokban oldja meg a kiszállítást. Ez a vírus itt megjelent a környezetünkben, akkor láttuk azt, hogy egyre nagyobb igény lenne arra, hogy kiszállítsuk a zöldséggyümölcsöket, és körülbelül, hát ugye március közepe óta kezdtük mi ezt el, hogy meghirdettük, és eléggé vevők rá az emberek, meg igénybe veszik ezt a szolgáltatást, ugye nem szeretnének kimozdulni a tömegbe, meg vásárolgatni, hanem így kényelmesebb nekik, hogy otthon megkapják a mit szeretnének. Rendelni telefonon tudnak, vagy ugye Facebookos Messengeren keresztül. Nyilván weboldalnak első is itt szóba jött, de az egy hosszabb folyamat lenne. Úgyhogy egyelőre ez a két út, amin keresztül működik. Naponta átlagosan 4-10 ilyen rendelést is teljesítenek. Nem csak a zöldségesek, hanem egyre több kisbolt is átállt erre a rendszerre. A fizetést általában előreutalással, illetve készpénzzel tudják teljesíteni a vevők. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem idegenkednek az előreutalástól, és az összeg jóváírására már házhoz is kapják a megrendelt termékeket. Sok új szereplő még csak ismerkedik a lakosság kiszolgálásával. Mi egy klasszikus nagyker vagyunk, és főleg hús és húskészítmények voltak a portfóliónkban. 5-600 partnert szolgáltunk ki rendszeresen, és mint a húsfosta név mutatja, 6 éve alakult ez a cég, 4 éve üzemel, és tavaly óta én vagyok az ügyvezetője egyébként, és 100%-os tulajdonosa pedig 2 éve körülbelül. No, és az alapító még a húspostát annak szánta, hogy magánszemélyeknek a húst tényleg házhoz szállítással juttassa el. Aztán mégis a nagy ker irány lett ebbe a hangsúlyos, de már mi elkezdtük fejleszteni még a tavalyi év második felében a webáruházunkat, és ezért, amikor ugye kialakult ez a karanténhelyzet, akkor viszonylag hamar, néhány hét alatt igen, el tudtuk indítani a webáruházat is. Mi igazán újak vagyunk ebben. Hiába rengeteg több száz partner kezelünk, akik nagyker és ismerik azért a készítményeinket, akkor a kisker vonal nekünk új. Tehát mondhatom azt, hogy 4 hete üzemel az oldalunk, még csak bétában, de annak ellenére, hogy a fejlesztőink szkeptikusak voltak, már mondhatom azt, hogy folyamatos napi megrendeléseink vannak Budapestre, tudunk indítani autót, és ugye a régióból is sokan érdeklődnek. És én úgy veszem észre, hogy hát sajnos a kialakult helyzetre való tekintettel most nagyon megnőtt el az igény. Én ahogy a versenytársakat figyeltem, a hatalmas multik voltak, hogy több héttel el voltak a szállításba is úszva. Mivel nem voltak olyan kapacitásaink, amik lehettek volna már ebbe az üzletágba terhelve, ezért mi ugye azonnal tudtunk reagálni, és nekünk minden megrendelés azonnal tud teljesülni maximum 2 napon belül. A nagy kereskedelmi megrendelések ebben a szegmensben harmadára estek vissza, tehát érezhető, hogy a lakosság kevesebbet vásárol üzletekben, és az éttermek zárvatartása miatt is kénytelenek nyitni a vállalkozások az új lehetőségek felé. A tapasztalat azt mutatja, hogy az idősebb korosztály is használja az online vásárlás lehetőségét. Nekik egyéb technikai segítségnyújtásra is szükségük van az eladótól, hiszen van, hogy lépésről lépésre kell a webshopos kollégáknak navigálniuk az ügyfelet egy rendelés leadásakor. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nagyon nyitott a lakosság, és könnyen alkalmazkodnak az új helyzethez.